5,4 milliárd forint állami forrás fordul Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közútjaira 2016-ban, elsősorban a nagyforgalmú főutak újultak meg megyénkben. Állami finanszírozásból 7 útberuházási projekt valósul meg 2016-ban. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tavalyi tervei alapján 2016-ban az országos közúthálózaton olyan főutak felújítása történt meg, ahol nyomvájuk és felületi egyenetlenségek voltak a nagy autós forgalom miatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében útfelújításokra összesen 5,4 milliárd forintot költ az állam, 7 nagy projektnek megfelelően 45 kilométernyi út korszerűsödött. A komplex útfelújítási programban nemrég az Újfehértó-Nagykálló összekötő út 13 kilométeres szakaszát adták át. A 49-12-es út a terhelt utak közé tartozott, ezen kívül fontos gazdaságfejlesztő hatása is van a térségben a felújított szakasznak. Az átadáson Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár arról beszélt, 2017-ben milyen nagyobb fejlesztések várhatók. 173 helyszínen a magyar közút beavarkozni tudott. Nagymértékben javultak az útjaink, de természetszerűen még nagyon sokat kell hozzátennünk, és mi sokat kell dolgozunk azon, hogy minden útunk biztonságosan járható legyen. 69 milliárd forintot tudott a magyar kormány biztosítani erre a felújítási programra. Ez a komplex program, ez több, mint egy aszfaltozás. Sokkal többet jelent, hiszen patkarendezések vannak, buszöblök átépítése, és ott, ahol szükséges a pályaszerkezet, teljes egésze ki van cserélve. Tehát egy tartós középtávon is jó járható utat csinálunk mindenhol. A felújítási program erre irányul egyértelműen. 173 helyszínből még 10 helyen dolgoznak, ebből egy húzódik át éppen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kétsei szennyvízberuházás miatt a következő év tavaszára, valamennyi beruházás a november végére be fog fejeződni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben a programban 45 kilométernyi út újult meg, és frissült is meg, és ez 5 milliárd 400 millió forintba került, tehát egy komoly összeget tudtunk fordítani Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, és arról azt kell tudni erről, hogy mindig az aránya az úthálózatnak az aránya az összes úthálózathoz. A magyar közút 32 ezer kilométernyi utat kezel, ez egy óriási szám és óriási kihívás is, ezért lesz szükség a következő évben, 17-ben egy újabb programra is, amit a magyar kormány már indított. Van egy feltételes közbeszerzésünk, amely 100 milliárd forintról szól konkrétan. Ebben 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os számú utak is benne vannak. Tehát nem csak az autópályák és gyorsforgalmi utakat, hanem a többit is szeretnénk ütemesen felújítani. Folytatjuk a témát itt a stúdióban dr. Simon Miklóssal, országgyűlési képviselővel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tasó úr elmondta nekünk azt is, hogy a következő évben még egy nagyobb volumenű fejlesztés lesz itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, olyan több mint 90 milliárd forint és olyan 60 kilométernyi hosszú útszakaszra fog fordulni ez a 90 milliárd forint, de egy picit beszéljünk az idei évről, hiszen 2016-ban az az útszakasz, az a 45 kilométer, az nagyon fontos volt itt, amelyek megújultak, és ennek nagy részét már át is adták, a 471-es utat, illetve az Újfehértó, illetve a Nagykállót összekötő azt a bizonyos útszakaszt. Képviselő úr többször is elmondta, hogy az útfelújításoknak gazdaságfejlesztő és élénkítő hatása is van ebben a térségben, ezért volt fontos megcsinálni ezeket az utakat. Így van. A 49-12-es utat egy jó hete adtuk át. Tasó államtitkár úr vágta többek között a szalagot Nagykálló helység névtáblájánál, mert hogy a 49-12-es az Nagykállót, Érpatakot és Újfehértót köti össze. Ez egy 19 kilométer hosszú út, amely a 4-es főútnál kezdődik egészen Újfehértó Májváskertnél, és egészen Nagykálló sportcsarnokig tart. Nos, két részben újult meg a 49-12-es, úgy, ahogy önök beszámoltak róla, az első 6 kilométeres szakasz, ami Újfehértó belterületén megy, Újfehértó főutcája valójában, arra a kormány tavaly 825 millió forintot adott. Ezt átadtuk idén áprilisban, emlékeim szerint, és tovább folyt ugye az útfelújítás. Ez 1,1 milliárd forintba került, és 13 kilométer hosszan történt meg. Nagyon jó sikerült ez a felújítás, több polgárral beszélgettem,
hogy ha éjszaka mennek, sokkal könnyebb ezen az úton menni, azon kívül, hogy minden látszik, ugye optikai vezetősávot festettek fel, új táblák, ezen kívül megtörtént az út erősítése, és a kanyarokban pedig egy olyan sávot tettek, ami a kanyarodást megkönnyíti, tehát nagyon elégedettek vagyunk ezzel az úttal. Reméljük, hogy nagyon sok ilyen útfelújítás fog történni a közeljövőben. Egy másik fontos ilyen út volt a 471-es főút, ez is egy régi program volt tulajdonképpen, aminek már most 2016-ban be kellett fejeződnie. Így van, a 471-es főútvonal felújítása az még javában folyik Hajdú-Bihar megyében, mert hogy Hajdúsámson és Nyiradony, illetve a Szabolcsi megye határ között még folyik az útfelújítás, jövő nyárra készül el. Azonban a megyében három programban befejeződött az útfelújítás. Megyehatár Nyírmihályi vége, ez egy 2 kilométeres szakasz volt, 270 millió forintba került. Ez a felújítás is nagyon jól sikerült. Nyírbogáttól Nyírbátor körforgalomig tartott a második programrész. Ez egy 1,3 milliárd forintos beruházás volt. Itt egy új körforgalom létesült Nyírbogáton, és a két település között, Nyírbogát és Nyírbátor között nem csak úterősítés történt meg, hanem útszélesítés is. Hasonlóan úgy, ahogy ez Hajdú-Bihar megyében. És nagyon fontos dolognak tartom, hogy megépült tehát a körforgalom Nyírbogáton, a 471-es főúton, és két körforgalom épült pedig Nyírbátorban. Ez egy 390 millió forintos beruházás volt, és a két körforgalmat pedig egy 1 kilométeres hosszan köti össze a felújított út. Tehát ilyen formában egy 12 kilométeres szakaszon újult meg a megye határtól a 471-es főútvonal, de hát 2014-ben is történt egy 10 kilométeres szakasz felújítás, úgyhogy a megye határtól egészen Nyírbátor Császári útig rendben van a 471-es főútvonal. Ebben a térségben, ugye az elmúlt néhány évben ez egy komplex útfelújítási program volt tulajdonképpen, de hogyha még a megyére kitekintünk, akkor, és amit már Tasó úr is elmondott és előrevetített, hogy a következő években folytatódik majd ez az útfejlesztés, akkor milyen területeken van még szükség útfejlesztésre? Tehát a megye közútjai milyen állapotban vannak? A megyei közútjai nincsenek jó állapotban, azonban az elmúlt 3-4 esztendő alatt jelentős javulást sikerült elérnünk. Ugye hallottuk a bejátszásban, hogy 5,4 milliárd forintot költött a kormányzat az idén útfelújításra. Jövőre reményeink szerint ennél több fog jutni a megyére, hiszen országosan 100 milliárd forintból újulnak meg főutak és mellékutak. De szeretnék a szerkesztő asszony kérdésére is válaszolni, hogy milyen gazdasági hasznot hoz ez az egész. Ugye a 49-12-es útnál 4 nagy üzem található Újfehértó és Nagykálló között, de hát a gazdák is nagyon örülnek az útfelújításnak, mert a szállítmányozás így sokkal jobb lett. Ezen kívül ugye a 471-es főútvonal azért felújítás azért fontos, mert Debrecent köti össze Mátészalkával, Nyírbátorral, és Nyírbátorban az elmúlt időszakban, tehát tavaly 1000 új munkahely létesült. Remélem, hogy a munkába járás is sokkal könnyebb lesz a és térségben. Hát tudjuk, hogy ebben a térségben azért folyamatos az ipari parkban a fejlődés, a fejlesztés. Nemrég azért mi is beszámoltunk arról, hogy egy új cég, a Rosenberger cég is betelepült, ahová már munkaerőt is vettek föl, és hát itt jelentős fejlesztések történtek, történni fognak még a következő időszakban, állami támogatással is. Így van.
Ugye a Koloplaszt 2014-ben indult egy második üzemcsarnok építésével, mármint az állami támogatás ekkor emlékeim szerint egy 1,3 milliárd forint volt, és így a Koloplaszt üzem második gyáregysége most már teljes erővel működik, a létszám 1400 körül van a gyárba. Az új, amiről a szerkesztő asszony szólt, az új beruházás, a Rosenberger német cég. Ez a cég autóelektronikai eszközöket gyárt, és volt szerencsém részt venni azon a sajtótájékoztatón, pontosabban hárman tartottuk, Szijjártó miniszter úr, a cég ügyvezetője, és én, arról szóltunk, hogy 858 millió forintos állami támogatással újabb 400 munkahely létesül Nyírbátorban. Ez a jövő évnek a témája lesz. Köszönjük szépen, képviselő, hogy köszönöm itt volt nálunk. Köszönöm szépen.